Ez a Pannon Televízió fél hatos híradója, köszöntöm a nézőket, Friedrich Gertrud vagyok. Szeptember 8-a van, a Máriák és az Adriennek ünneplik névnapjukat. Műsorunk elején lássuk, melyek a nap legfontosabb hírei. Először csak röviden. Kisboldog asszony, azaz Szűz Mária születésének ünnepe van. Ma tartották a doroszlói búcsút. Első szerbiai látogatására érkezik holnap Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke. A következő fürdő idény kezdetéig befejeződhet a Palicsi Wellness központ kiépítése. Láma bébi született a Topolyai Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon tangazdaságán. Ma van Kisboldogasszony, azaz Szűz Mária születésének ünnepe. A doroszlói Szentkúton keresztúti ájtatossággal és püspöki nagymisével ünnepeltek, amelyet Böcskei László nagyváradi megyés püspök celebrált. Ilyenkor együtt vagyunk imáinkban mindazokkal, akik ezen a napon felkeresik a Mária kegyhelyeket azért, hogy köszöntsék égi édesanyánkat, hangzott el az eseményen. A zarándoklat egyrészt a Mária iránti ragaszkodás és tisztelet kifejezése, másrészt pedig Jézus követése is a keresztény hívő ember életében. Mária elvezet minket Jézushoz, ez a zarándoklat értelme, fogalmazott a Szent Misén Böcskei László, nagyváradi megyés püspök. Velünk az Isten, és erre emlékeztet, erre tanít bennünket a boldogságos Szűzanya, és éppen ezért a mai napon itt, ezen a szép zarándok helyen is megállunk egy kicsit, figyelünk rá, és meríteni akarunk a kegyelem forrásából azért, hogy megerősödve és felbátorodva tudjunk tovább menni egy olyan világban, amely egyre inkább sötétebb lesz, amelyben nem a béke, az elfogadás, a szeretet, az együtt élés tapasztalható meg, hanem mindezeknek az ellenkezője. Én igen nagy védkem. Imáinkba egyesülve együtt köszöntjük a boldogságos Szűz Máriát, aki a megajándékozottság képe számunkra. A modern világ bűnözönében a szabadulás hírnöke, mutatott rá Böcskei László. Sötétség van a világban, de a legnagyobb baj az, hogy a lelkekben is. Takarékoskodni kell, spórolni kell az energiával, mert kiüresedtünk, a világ kiüresedett, tette hozzá. Milyen szép lenne, ha ezen a napon, amikor mindenki Máriát köszönti, megállnánk és egy kicsit foglalkoznánk azzal, hogy hol van az igazi tartalék. Fel tudjuk fedezni azt, hogy Mária az a energia fejlesztő, az a generátor lehet, ami számunkra, aki megmenti a világot. Hogyan sokszor megtette eddig. Mennyire jó volna, ha meg tudnánk állni, meg tudnának a nagy hatalmak állni egy kicsit, hogy megkeressék ezt az energiaforrást, a fényforrást, Máriát. Verebély Árpád, a doroszlói kegyhely igazgatója köszönetet mondott a híveknek, hogy egy kicsit el tudtak szakadni a mindennapi gondoktól, problémáktól, és részt tudtak venni ezen a szép ünnepen. A mi délvidéki hívő magyarságunk a mai napon a boldogságos Szűzanya szentélyébe, kegyhelyére érkezett, hogy a mai napon felköszöntse égi édesanyját. Mindannyian a Szűzanya szeretetébe helyeztük magunkat ezen a két napon, a tegnapi napon, a mai napon. És nagy-nagy öröm számunkra az, hogy délvidék népe ma is itt tudott lenni, a nehézségek, a problémák ellenére is, mégis eljött az ő mennyei édesanyjának születésnapi ünnepére, köszöntésére. Köszönöm, hogy együtt vagyunk. A Szent Mise után megtartották az oltári szentségi körmenetet. Az ünnepet népviseletbe öltözött hívek tették még emelkedettebbé.
Hálát adunk a természet és kegyelem minden jó téteményéért. A doroszlói búcsú nagymiséjét a Pannon Televízió élőben közvetítette. A misét 20 órai híradónk után ismét műsorra tűzzük. Idén is több ezer hívő érkezett a doroszlói Szentkúthoz, Vajdaság szinte minden pontjáról, de külföldről is zarándokoltak. Voltak, akik gyalog, autóbusszal, családdal, társasággal érkeztek a helyszínre. A testi és lelki feltöltődés érdekében, valamint a szeretteikért imádkoztak a hívek. Idősek és fiatalok egyaránt érkeztek a Szentkúthoz. Sokan palackokba töltötték a vizet, mások mosakodtak a kútból. A hívők a megnyugvás, a testi és lelki feltöltődés érdekében látogattak el ide. Adáról autóbusszal például 90-en zarándokoltak a kegyhelyhez. Még nyugvást. Olyan, mikor hazamész, akkor a nyugodt vagy. Valami... Lelki támasz. Lelki. Igen. Ilyenkor mindig gondolunk a saját halottainkra, és itt imádkozunk, értünk, gyertyát gyújtunk, és ez mindig egy nagyon szép gondolat, meg emlékezés. A kishegyesi Janó Katalin második éve látogatja a doroszlói Szentkutat. Nagyon szép hely, és a Szentmise nagyon szép, és mindenkinek ajánlom, aki még nem volt itt, hogy jöjjön és látogassa meg, már tényleg az ember föltöltődik, és jó esőért is itt lenni. Évszázadok bizonyítják, hogy van valami ezen a helyen, ami békét, nyugalmat ad, mondta az eseményen Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Zűrzavaros, háborús világunkban, ha valahol biztonságot, megnyugvást találunk, akkor az nagyon fontos hely. A doroszlói Szentkút egy ilyen szent hely, ahol az ember megtalálja azt a békét, azt a nyugalmat, amelyből utána egész éven át építkezhet. Az ünnepi püspöki nagymisén egyebek mellett jelen volt Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is. Azt látjuk, hogy meg is újult a környezete a Szentkútnak. Lehetőséget teremt arra, hogy emberhez méltóbb módon lehessen itt tartózkodni, és reményeim szerint arra is lehetőséget nyújtanak ezek az épületek, hogy egész évben működjön ez a kegyhely. Hölvényi György, a Magyarországi Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke, EP képviselő először járt a doroszlói Szentkútnál. Doroszlóról hallottam magáról, a Szentkútról, mint búcsójáról, de egész más itt lenni. Nagyon örülök, hogy eljöttem, és igazából tényleg ez az együttlét. Tehát ez volt itt, ami azt hiszem, hogy nagyon fontos volt. Az ünnepi szentmise és körmenet mellett kirakodó vásárt is szerveztek a doroszlóra látogatóknak. Első szerbiai látogatására érkezik pénteken Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke. Délelőtt 10 órakor Alekszandár Vučić szerb államfő ünnepélyesen fogadja magyar hivatali kollégáját a Szerbia palota előtt, majd négy szemközti tárgyalást folytatnak a felek. Az előzetes bejelentések szerint 10 óra 45 perckor a szerb és a magyar küldöttség plenáris ülésen vesz részt, majd sajtótájékoztatót tartanak az államfők. A sajtótájékoztatót a tervek szerint 11 óra 45 perctől a Pannon Televízió is élőben közvetíti. A nyilatkozatok után Ana Brnabić szerb kormányfő is tárgyal a magyar köztársasági elnökkel a Szerbia palotában. Novák Katalint a köztársasági képviselőházban fogadja Vladimir Orlić házelnök is. A magyar államfő Szabadkára is ellátogat, ahol részt vesz a magyar tannyelvű tanítóképzőkar felújított épületének ünnepélyes átadásán. Ezt az eseményt a tervek szerint a Pannon Televízióban élőben követhetik majd. A koszovói albánok fű alatt el akarják foglalni a tartomány északi részét, fogalmazott Alekszandár Vučić. A szerb elnök Pozsarevácon egy gyár megnyitón arról beszélt, hogy rossz hírek érkeznek Koszovóból, ahol az albánok az európai nagyhatalmak és a kvinta országok támogatásával csendesen át akarják venni az irányítást, és meg akarják szállni Észak-Koszovót. Vučić arról beszélt, hogy a pristinai belügyminiszter tájékoztatása szerint teljes mértékben ellenőrzik a Gazivoda tavat.
A szerb elnök hozzátette, a brüsszeli megállapodást sérteni, ha nem lennének az északi területeket felügyelő rendőri szerveknek szerb tagjai. Ez azonban nem érdekli az albánokat, tette hozzá. Brüsszel segítségére sem számíthatnak a szerbek, mivel Vučić szerint egy gond megoldása után elégedettek az eredményekkel. Összehívta a szerb nemzetbiztonsági tanácsülését szombatra a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić reggel 8 órára hívta össze az ülést, amelyen az előzetes várakozások szerint Koszovóról lesz szó, továbbá más biztonságpolitikai kihívásokról. Emellett sajtóhírek szerint a résztvevők egyeztetnek majd az energiaválságról, valamint a télre való felkészülésről is. A köztársasági választási bizottság kihirdette Szerbia a Vlahokért együtt mindent elérhetünk elnevezésű listát, amely a Vlah nemzeti tanácsi választásokon indul. A listán 23 név található és minden jogi feltételnek megfelel. 773 szavazó polgár támogatta aláírásával. A bizottság ezen kívül elfogadta november 13-án esedékes nemzeti tanácsi választások lebonyolításának menetrendjét is. Megállapításra került a szavazó és az ellenőrző lapok színe is, amelyek segítségével a szavazóládákat felügyelik. A magyar nemzeti közösség esetében a szavazó cédulák világos szürke színűek lesznek, míg az ellenőrző lapok minden esetben fehérek. A következő fürdő idény kezdetéig befejeződhet a Palicsi Wellness Központ kiépítése, ugyanis a köztársasági költségvetésből is biztosítanak anyagi támogatást a munkálatok befejezésére. Emellett tartományi támogatásnak köszönhetően a Palicsi Üdülőközpont területét is rendezik. Ülésezett Szabadka város képviselőtestülete. 230 millió dinár, ennyit biztosít Szerbia a költségvetéséből a Palicsi Aquapark építési munkálatainak folytatására. Ehhez társul Szabadka város 112 milliós támogatása is. A munkálatok teljes befejezéséhez ehhez még további 500 millió dinárra lesz szükség. A VKT ülésén a fürdő kiépítésének elhúzódása vitát váltott ki. Szabadka polgári mozgalma sérelmezi, hogy 4 éve épül és még nem kész. Angažovana je i budžetska inspekcija koja je konstatovala određene stvari i taj izveštaj budžetske inspekcije je prosleđen građevinskom inspektoru grada Subotice. Pokret građanske Subotice smatra da je to prosleđivanje građevinskom inspektoru Subotice pokazuje da se tu desio neki politički dil, da se uđe u mirne vode, da se ne talasa šta se desilo u prethodnom periodu. Stefan Bakić, Szabadka polgármestere elmondta, számos tényező hátráltatta az építkezést. Na žalost, kada je krenulo sa izgradnjom tog projekta, znači akvaparka i spa i wellness centra, to je bila odlična zamisao. Međutim, imamo 2020. pandemiju COVID-19, imamo ekonomsku krizu, početak ekonomske krize, kada je građevinski materijal i mnogi drugi materijali otišli u nebesa po nekoliko puta. Došlo je na kraj i do energetske krize, kao i što imamo i sad i ratnu situaciju na teritoriji evropskog kontinenta. Sve se ono poklopilo kako ne treba. A Vajdasági Magyar Szövetség önkormányzati frakcióvezetője azt nyilatkozta, hogy az elsődleges számítások szerint kevesebb összegbe került volna a fürdő kiépítése, valamint az építési időszak is rövidebb időre volt előlátva. Azonban a munkálatok során hiányosságokat vettek észre a projekt dokumentációban. Az előzetes számítások nem voltak megfelelőek. Amikor a park Palics élére új vezetőség került, Dencs Valéria igazgatónő vezetésével. Átgondolták, átnézték, áttekintették a projektumokat, és azokban megtették a szükséges módosításokat, utána elvégezték a projekt befejezéséhez szükséges előszámításokat, megállapították, hogy ez a beruházás befejeződjön, ahhoz még 800 millió dinárra van szükség, és amint ezek az eszközök rendelkezésre állnak, akkor kevesebb, mint egy éven belül teljes egészében realizálni tudják ezt a kapitális projektet.
Az ülésen elhangzott, hogy a palicsi üdülőközpont területét is rendezik. Ennek értelmében rendezni kell a vagyonjogi viszonyokat, valamint az illegálisan épített és romos állapotban lévő épületeket lebontják majd. A terület rendezésére a tartomány 36,5 millió dinárt biztosít. Az önkormányzati képviselők más témákban is szavaztak, például Szabadkaváros energiahatékonysági programjáról, amely most nem a magánépületekre, hanem a közvállalatokra és intézményekre vonatkozik. Célja az energiatakarékoskodás. Ritkítják a vadhajtásokat a szerb-magyar határövezetben. Ezt a lakosok biztonsága érdekében teszik, hogy átláthatóbb legyen az illegális migránsok mozgása. Az akciót Szabadkán kezdték el, mivel most is sok a migráns a helyi erdőkben, és a befogadó központok is megteltek, írja a Magyar Szó. Szabadka mellett más vajdasági településeken is ritkítják a határkerítés mentén a benőtt területeket. Több vajdasági közvállalat is ritkítja az aljnövényzetet, a bozótot és a vadhajtásokat. Tájékoztatta a napilapot Márko Marinkovics, a Vajdaság Erdői Közvállalat erdészeti, ökológiai és fejlesztési ügyvezető igazgatója. A munkálatok a határ mentén 100 méteres szélességben zajlanak. A legnagyobb kereslet a fa iránt van Magyar Kanizsa községben a tüzelő anyagok közül, viszont ettől függetlenül szinte minden tűzre való fajta megtalálható a fatelepeken. Az árak a tavalyi évhez képest duplájára nőttek, de ennek ellenére sem csökkent a vásárló erő, vallják a fatelep tulajdonosok. Egyre nagyobb léptekkel közeledik a fűtési szezon. A magyar kanizsaiak többsége nem bízza a véletlenre. Sokan a kombinált fűtési módszert választják. Tulajdonképpen kombináltan, amilyen a helyzet, mindent igénybe véve a gázt, az elektromos energiát, valamint fát, ami van ilyen saját kitermelési, és akkor így valahogy talán átviszeljük a telet. Bevásároltam már, amit gondoltam, hogy elég lesz tavaszig, 20-25 köbmétert körülbelül. De ha még bírok venni, akkor még akarok venni egy kis rezervát. Mennyire tartja drágának a fát, és a fa mellett használ-e majd más tüzelőeszközt? Hát nagyon drágának tartom, és villanya fogom pótolni. Van olyan kis villanymelegítőm is avval. Amikor rövid ideig vagyok otthon, akkor csak avval. Hosszabb időre, akkor kazánba fűtök. A magyar kanizsai fatelepek többségén jelen pillanatban szinte mindenfajta tűzre való megvásárolható. Ágoston György fatelep tulajdonos elmondta, most jó a helyzet, fennakadás a szállítmányozással a nyár első felében volt, viszont azóta rendszeresen érkezik a fa, szén és a brikett is. A köbméteres fa 12-13 ezer dinárba kerül fajtától függően összevágva, a kalodás fa pedig 15 és 23 ezer dinár között mozog. Négy fajta szén kapható, a legolcsóbb 17 ezer dinár, míg a legdrágább 23 ezer dinárba kerül tonnánként, míg a brikett kilogramja 40 dinár, mondta a tulajdonos. Kiemelte, már januárban kezdetét vette a tűzre való vásárlása, ami a korábbi években csupán időszakos volt. A legközkedveltebb az még mindig ez a köbméteres fa. A vásárlóerő meglepően nagy, hogy úgy mondjam, az idei évben. Talán még nagyobb is, mint a tavalyi évben. Valószínű, hogy hozzájárul az is, hogy kicsit félnek talán az emberek ettől a ránk jövő téltől, és bekészítenek időbe, meg eleget. A fatelep tulajdonos kiemelte, a faszén beszerzésével vannak problémák, arra várni kell valamennyit, de minden más tűzre való fajtából van elegendő, és a beszerzése sem okoz gondot. A fűtési szezon közelettével nem csak a fakitermelés, de a falopások száma is nő. Utóbbi terén Szerbia az európai ranglétra közepén van. Az elemzések szerint az ország déli és keleti részén lopják el a legtöbb fát. Vajdaságban az erdők 80%-a a Vajdaság Erdői Közvállalat fennhatósága alá tartozik, mindössze 5%-a van magántulajdonban. Évente 500-tól 2000 köbméter fát lopnak el a Vajdaság Erdei Közvállalathoz tartozó erdőkből, ez 2-től 10 millió dináros kárt jelent. A közvállalathoz tartozó 130 ezer hektárnyi erdőterületet 84 erdőőr védi, ez nagy mértékben csökkenti a tűzifalopást ezeken a területeken.
A tűzifa lopás nem egyszerű történet, mert ugye az kell hozzá, amivel azt elviszi az ember, motorfűrész, kézifűrész sokáig tartana, meg ezt általában a szegényebb emberek teszik, tehát nem beszélhetünk ilyen üzletszerű tűzifalopásról, hanem ők fűtésre használják ezt föl otthon. Különben a kihágás értékre történő falopás esetén ilyen 10 000-től 100 000 dinárig büntetik őket. Hogyha nagyobb érték, akkor a bíróságnak fel kell mérni, hogy tudatos volt, hogy szándékos volt, hogy tudta, hogy mekkora értékről van szó, és az alapján hoznak döntéseket. Az esetek 40%-ában ismeretlen elkövető ellen tesznek feljelentést. A Vajdaság Erdői Közvállalat egy olyan lehetőséget is kínál, hogy a polgárok a vágott területeken maradt faaprólékot összegyűjthetik, és 900-tól 1600 dináros köbméterenkénti áron elvihetik, így olcsóbban jutnak tűzifához, valamint a közvállalat újrafásítási munkáját is segítik a terep megtisztításával. Az erdőlopás szempontjából Belgrád környező részei fekete foltnak számítottak, de a környezetvédelmi bűnözés elleni osztály megalakulása óta a helyzet sokat javult. Svakako da je ekološki kriminal što se tiče Srbije i Evrope u ekspanziji. Naša saradnja sa kolegama iz regiona se ogleda kroz međunarodne aktivnosti, a u narednom periodu su planirane akcije međunarodnog karaktera, pa nadamo se i uspešnim akcijama i da dođemo i do krajnjeg rezultata. Ha falopást látunk, célszerű az illetékes rendőrkapitányságon bejelenteni, hogy az ellenőrök a lehető leghamarabb elfoghassák a gyanúsítottakat, tette hozzá az illetékes. Az év végéig nem drágul a gáz, és lesz is belőle elegendő, ezt nyilatkozta Dusan Bajatovics. A szerbiai gázművek vezérigazgatója elmondta, a jelenleg raktáron lévő gázt már kifizette az állam, a lakosok és a vállalkozások pedig pillanatnyilag 6-9-szer kevesebbért kapják, mint amennyiért kapniuk kellene. Bajatovics szerint Szerbia körülbelül elegendő mennyiséggel rendelkezik, tehát nem lesz szükség semmiféle szigorításokra. Hozzátette, a lakosok olyan áron kapják majd a gázt és a villanyáramot is, amit mindannyian ki tudnak fizetni. Véleménye szerint új évig nem lesz szükség a gázár emelésre, viszont ez attól is függ, hogy az állam mennyi pénzt tud elkülöníteni a szerbiai gázművek számára. Orvosi felügyelet alatt áll II. Erzsébet királynő, miután orvosai aggasztónak találták egészségi állapotát, közölte a Buckingham Palota. A 96 esztendős brit uralkodó londoni hivatalának szóvivője a rövid tájékoztatásban közölte azt is, hogy értesítették a királynő közvetlen hozzátartozóit a fejleményről. Az udvar illetékese hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az uralkodó jól érzi magát. A királynő, aki több mint 70 éve, 1952. februárjában édesapja, a 6. György király halála után lépett az Egyesült Királyság trónjára, jelenleg nyári rezidenciáján, a Londontól 800 kilométerre lévő skóciai Balmoral kastélyban tartózkodik. A tény, hogy a Buckingham Palota közzétette a csütörtöki hivatalos nyilatkozatot, önmagában rendkívüli jelentőségű, mivel az udvar a legindokoltabb eseteken kívül szinte soha nem közöl részleteket a királyi család magasrangú tagjainak egészségi állapotáról. A Balmoral kastély kocsi felhajtójánál már rendőrök is megjelentek, mivel körülbelül 20 jó akaró gyűlt össze a birtoknál, akik mind a királynőért aggódnak. Helyszíni beszámolók szerint a rendőrök kordonokat állítottak fel. A Guardian oldalán megjelent fotó szerint délután egy táblát helyeztek ki a Buckingham palotához, ami csak még több aggodalomra adhat okot. A táblán az a szöveg olvasható, hogy nincs őrségváltási ceremónia. A ceremóniára péntek reggel került volna sor, II. Erzsébet összes gyermeke megérkezett a Balmoral kastélyba. Anna hercegnő, Károly herceg, András herceg és Eduard Veszeczky gróf is az uralkodó mellett van. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Lesz idén pálinka, ráadásul minőségi, mondják az észak-bácskai pálinka készítők.
Változékony időjárás várható a hétvégén. Napsütés és záporok váltogatják majd egymást. A magyar kormány 25%-os gázfelhasználás csökkentést írt elő az állami szerveknél és az állami tulajdonú gazdasági társaságoknál, jelentette be a magyar miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, a kormány magán kezdi a takarékoskodást, amely azonban nem érinti a kórházakat és a bentlakásos szociális intézményeket. A miniszter értékelése szerint egész Európában rendkívül nehéz az energiaellátási helyzet, és az energiaárak emelkedése miatt gazdasági válsághelyzet alakult ki. Egyértelmű, hogy a szankciós politika nem váltotta be a reményeket, mondta. Magyarországon nem lesz energiahiány, és ez nem jóslat, hanem ténybejelentés, mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnök Budapesten. A Bosch Budapest Innovációs Campus átadásán tartott beszédében a kormányfő kiemelte, Magyarországon lesz gáz és lesz elég villany is, vagyis energiahiány miatt nem kell leállítani és bezárni egyetlen gyárat sem. Lesz elég energia mindenkinek, és aki itt befektetni, termelni akar, az ide jöhet és befektethet, jelentette ki a magyar miniszterelnök. Hangsúlyozta továbbá, hogy a stratégiai célok között kiemelt helyen szerepel, hogy Magyarország Európa egyik leginnovatívabb gazdasága legyen. Így azokat a programokat és fejlesztéseket, amelyek ebbe az irányba viszik a magyar gazdaságot, folytatni és erősíteni fogják. Ideiglenes a tejhiány Szerbiában, nincs szükség tartalékok felhalmozására, jelentette ki Branislav Nedimović. A mezőgazdasági miniszter elmondta, Szerbiában a tej literenkénti ára 1 euró, míg a környező országokban ettől drágább. 1,35, sőt az 1,7 eurót is elérheti. A tejfeldolgozó ipar pedig a nagyobb profitot kereste. Nedimović elmondta, Szerbiában idén a napraforgó esetében rekord termés várható, ez pedig jó hír. Hozzátette, az ország teljes területét tekintve nem mindenhol volt ugyanakkor az asszály mértéke, egyes helyeken megfelelő mennyiségű csapadék esett. A múzsiai rét termőföldben szegény, inkább jószágtartásra alkalmas. Első osztályú föld nincs, kizárólag gabonatermesztésből nem lehet megélni. Így sokan állattartással is foglalkoznak. Ők most a szárazság okozta rossz termés miatt ezen a télen rendkívül nehéz helyzetbe kerülnek. Újra kizöldelt a múzsiai rét, a gazdák ezt igyekeznek kihasználni. De nehéz lesz pótolni a 4 havi kimaradást, amikor a tejneket a legelők helyett az ólakban tartották. A 35 dináros literenkénti tejpénzből pedig nem nagyon futotta az abrakra. Emiatt a tejhozam 1/3-ára csökkent. Még egyszer lebírik a heréket kaszálni. Ez lesz a kis jövedelünk. Nem még most az, ami maradt a kukoricánk silóra, amit lecsináltunk. A téli abrakra. Most amennyit kint legelnek, mert nem bírjuk iget forszírozni, mert a drága keveréke ötetünk, így se kapunk a teljén nagy valamit, pénz dolgából. Azt így most kint legelgetnek, amit kapunk, nem sok tejet kapunk, 6-7 litert fejünk tűrlük ki, hát de úgyis ütessük őket. A télen nyilván sok állattenyésztőnél felmerül a túlélés kérdése. Báló Csaba 24 fejős tehenet tart, de csak 2 hónapi télire való takarmánnyal rendelkezik. Nyáron is jártak legelőre, tehát nem adtam nekik semmit sem, mert hogyha nyáron adom, nem marad télire. Úgyhogy minden, ami van, csak télire. Kukoricákból nem lett semmi se. Úgyhogy a herék kiégtek, úgyhogy nagyon kevés. Úgyhogy majd meglássuk, hogy mi lesz ennek mindnek a vége, de jó nem lesz. Palatinusék 50 anyaállattal kezdték, jelenleg 200 württembergi juhuk van. Korábban teheneket tartottak. Elhasználtuk azt a kis takarmánt is, ami van, úgy gyűszűnyivel adtuk nekik, hogy éppen, hogy megmaradjanak, ahogy kinéztek tavaly a birkák, sajnos mostan rossz rájuk nézni, hogy milyen állapotban vannak, de hogyha odaadjuk nekik megönni az összes kukoricát is, ami nem termett, meg akkor még veszünk föl kölcsönt a bankba, ami már mindenki kölcsönökkel tele van, akkor tényleg, hogy becsukhassuk a bótot.
A Muzsé réten az év elejétől augusztus 15-ig négyzetméterenként 105 liter csapadék esett, ekkora szárazságra még a legidősebbek sem emlékeznek. Lesz idén pálinka, ráadásul minőségi, mondják az északbácskai pálinka készítők. Egyedül barackból lesz kevesebb, így biztosan borsos árat kell majd fizetni érte. A pálinka főzők szerint az idei gyümölcshozam szép és minőségi. Egyedül a barack volt az, amiből kevesebb termett idén, de a birsalma, a körte és a szilva kifogástalan állapotban volt. Száraz volt az év, és több a cukortartalom, 13 benne volt. Úgyhogy szerintem csak jobb lesz még most, volt ez az kis eső is, úgyhogy aromatika is jobb lesz most, ami jönnek a fajták, alma, meg a bírsalma, meg a körték, szerintem ez az év jó lesz a pálinkának. A szakemberek szerint a finom érett gyümölcs a jó pálinka alapja, romlott, penészes termésből tilos cefrét készíteni. Én azt szoktam mondani, hogy az a jó pálinka, amit már az illat alapján meg tudunk állapítani, hogy milyen fajta. Erre 5 pontot szoktunk adni, hogyha minden rendben van. A harmadik szempont maga az íz. Ott is először a hibát keressük, hogy van-e valami utópárlat, előpárlat magában az ízben, ami érezhető. Ha nincs, akkor az 3 pont, és akkor megyünk a fajta jellegre, az, hogy no most ez való, ez most egy körte pálinka például, ugye, ennek ízben hozza-e azt, ami az elvárás, hogy valóban felismerjük, hogy ez egy gyönyörű vilmos körte, friss, intenzív, karakterisztikus. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint egyébként Vajdaságban megéri pálinka főzéssel foglalkozni. Az idősebb generáció szerint a hosszú élet titka, ha minden reggel megiszünk egy kis pohár pálinkát. Itt nálunk már Vajdaságban nem csak a hagyományos alma, szilva vagy barasz pálinka mérvadó, de már előszeretettel készítenek málnából, szőlőből vagy mondjuk különböző erdei gyümölcsökből is pálinkát. Jelenleg a körte, barack, birsalma és bodzapálinka piaci értéke literenként 15 euró. A hagyományos almapálinka 5 euróba kerül, szilvát pedig már 10 euróért is lehet találni. A legmagasabb ára málna pálinkának van, ez ugyanis 20 euróba kerül literenként. Láma bébi született a Topolyai Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon tangazdaságán. A 8 napos csöpség kislány és jó egészségnek örvend. A tangazdaságon számos érdekes állatfajjal ismerkedhetnek meg a diákok, de más látogatók számára is nyitott az intézmény. Túlesett első orvosi vizsgálatán a láma bébi. A tangazdaság állatorvosa felügyeletével a diákok is meghallgathatták a szívverését, majd visszaengedték anyukájához. Nagyon jó lehetőség, hogy született kisláma, mert nincs nagy esélyünkre, hogy lámákat vizsgáljunk. A szívét vizsgáltuk, a szívzörejét, és hogy tiszta a tüdeje, és minden rendben van a lámával. A tangazdaságon született kislámának egyelőre nem adtak nevet az itt dolgozók. A mezőgazdasági iskola közösségi oldalán egy szavazás keretében fogják elnevezni a picit. A láma bébi augusztus 30-án született, az anyukája a palicsi állatkertből már Vemhessen érkezett Topolyára, mivel kislány, így terápiás lámát szeretnének belőle nevelni. A lámák ugyanúgy, mint a vadaspark többi állata, oktatási célból kerültek ide, méghozzá azért, hogy szemléltető módon be tudjuk mutatni a biológiai sokféleséget. Tudni kell, ugye, hogy a láma különmét tekintve egy kérődző állatra hasonlít, de például a szaporodását tekintve legközelebb a lovakhoz áll, és ez lovak és a macskáknak a keveréke. És ez a gyerekeknek nagyon érdekes, mert szülészetből tanuljuk külön a lovakat, külön a macskákat, de a való életben van egy állat, ami mind a kettőnek a reproduktív paramétereit mutatja. Az érdeklődők hétköznaponként 10 és 17 óra között ingyenesen meglátogathatják a Topolyai Mezőgazdasági Iskola tangazdaságának vadasparkját, ahol a lámákon kívül számos más érdekes állat is megtalálható, mint dámvad, olasz törpekecske, páva, erdei fényrécék, papagájok és sok egyéb.
Változékony időjárás várható a hétvégén, napsütés és záporok, zivatarok váltogatják majd egymást, a szél csak a zivatarok környezetében támadhat fel. Pénteken napközben még akár 29 fokra is melegedhet a levegő, azonban szombaton az élénk erős északnyugati szélnek köszönhetően a maximum 26 fok környékén tetőzik. Vasárnap folytatódik a változékony idő, a napsütést időnként felhők zavarhatják, elszórtan futószápor, zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Újabb meglepetést hozott a Bajnokok Ligája második játéknapja. A Napoli magabiztosan 4-1-re verte Olaszországban a Liverpoolt. A másik hét szerdai mérkőzésen nagyjából papírforma eredmények születtek. A Bayern idegenben győzött az Inter Milán ellen, a Sporting pedig Németországban verte a tavalyi Európa Liga győztes Frankfurt együttesét. Az Ajax, az Atletico Madrid, Klub Brugge, a Barcelona és a Tottenham is kihasználta a hazai pálya előnyét és begyűjtötte 3 pontot a sorozatban. Az első fordulójában. A BL következő fordulóját már a jövő héten játsszák. Ma az Európa Ligában és az Európai Konferencia Ligában is megkezdődnek a csoportküzdelmek. Az Európa Ligában Szerbiát és Magyarországot is egy-egy csapat képviseli. A Ferencváros az első körben Budapesten a török Trabzonspor csapatát fogadja. A Crvena Zvezda is hazai pályán kezdi meg szereplését az EL-ben. A szerb csapat ellenfele a francia Monaco lesz. Mindkét mérkőzés 21 órakor kezdődik. A Konferencia Ligában a Partizán idegenben kezd a Cseh FC Szlovácskó csapata ellen. Ez a mérkőzés este 3:47-kor kezdődik. És eddig tartott a híradó, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. Kis boldogasszony, azaz Szűz Mária születésének ünnepe van. Ma tartották a doroszlói búcsút. Első szerbiai látogatására érkezik holnap Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke. A következő fürdőidény kezdetéig befejeződhet a Palicsi Wellness Központ kiépítése. Láma bébi született a Topolyai Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon tangazdaságán. Köszönjük figyelmüket, nézzék továbbra is a Pannon televíziót és olvassák honlapunkat pannonrtv.com. Híradóval legközelebb 20 órakor jelentkezünk. Viszontlátásra!